A Rákóczi Szövetség 30 éves múltja során az egyik kiemelt célkitűzése a Kárpát-medencei egység megerősítése volt. Ezt a tagokon kívül többek között települési önkormányzatok segítették. Ezek vezetői kaptak meghívást arra a hétvégi eseményre, amelyet az Önkormányzatok a Nemzeti Megmaradásért címmel szervezett a szövetség. Az önkormányzatokkal egy nagyon régi kapcsolata van a Rákóczi Szövetségnek, hiszen az a magyar iskolaválasztási program, ami még a 2000-es évek derekánál indult, és arra hivatott, hogy a külhoni régiókban arra bátorítsa a szülőket, hogy ne adják fel a magyarságukat, és a gyermeküknek, a jövőjüknek magyar iskolát választanak. Ebben a munkában a Rákóczi Szövetség a kezdetektől az önkormányzatokra támaszkodott, és az elmúlt években, elsősorban Harc József elnök úr munkájának köszönhetően sok száz magyarországi település adta a nevét és az adományát ehhez a programhoz. Az eseményen jelen volt Pótápi Árpád János államtitkár, aki nemzetpolitika és nemzeti újrakezdés, önkormányzatok együttműködése a Kárpát-medencében címmel tartott előadást. Kiemelte, az élet valamennyi területén igyekeznek segíteni a határon túli egységet. Ma már egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk, hogyha oktatásra gondolunk, hogyha kultúrára gondolunk, hogyha gazdaságra gondolunk, vagy akár a médiára gondolunk, vagy egyre inkább a sport területén így van. Ezt követően Pogácsás Tibor államtitkár az önkormányzatok lehetőségeit vázolta fel. A településeknek van egy ilyen hivatalos kapcsolatrendszere, ami persze nagyon fontos meg szükséges, de ennél sokkal lényegesebb az, hogy a településen élő különböző szervezetek, csoportok tartanak kapcsolatot akár a partner településekkel, akár olyan településekkel is, akikkel egyébként az önkormányzatnak még nincs partner kapcsolata, mert azok az igazán élők, és a valóságot, az emberi kapcsolatokat ezért azok hozzák össze. Határon túli kapcsolattartás pedig különösen a volt magyar településekre vonatkozóan nálunk is abszolút kiemelt prioritást élvez, hiszen Óbecse ugye délvidéken, Sóvárad Erdélybe és Felvidéken is van partner településünk, például Nagy Mihály. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mi ebben élen járunk, nekünk valahol ez korábban többször elmondtam, felvállalt kötelességünk is. Az esemény keretében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az országgyűlés volt elnöke, a Rákóczi Szövetség tanácsadó testületének tagja kiemelte, egy szándéknyilatkozatot is elfogadtak a jelenlévők, amely a határon túli gyermekek megsegítését célozza. Ez jól jelzi, hogy a címe az, hogy minden magyar diák egy őrhely, hiszen ők azok, akik őrzik a következő generációk számára is a magyarságot, hogy például Csángóföldön legyen még 100 év múlva is magyar szó, vagy éppen a Vajdaság legtávolabbi települései, mondjuk Székelykevér. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezek a törekvések még erősebbé szövik a nemzetnek a szövetét, amit már reményeim szerint senki nem fog tudni széttépni. Az esemény keretében az is elhangzott, hogy hagyományt szeretnének teremteni az önkormányzatok találkozójából. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetés formájában is megoszthatták egymással tapasztalataikat a települési vezetők.